Két nyeretlen gárda, a tabella utolsó helyén tanyázó Illés Akadémia és a 13. pozíciót elfoglaló Videoton találkozott Szombathelyen az U17-es bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzést határozottan jól kezdték a vasiak, már a 10. percben megszerezték a vezetést. A Koller Zoltán és Bánfalvi Attila által felkészített együttes a folytatásban is remek teljesítményt nyújtott, és végül 5-0-ás vereséggel küldte haza a székesfehérvári csapatot. Tájékhajtós mérkőzés volt. Szerencsére az elején meg tudtuk szerezni a vezetést, és nagyon kellett a csapatnak már az első győzelem. 5 mérkőzés alatt ez volt az első. Előző mérkőzésen is nagyon akartuk a győzelmet. Edzéseken is nagyon adott tesszük magunkat, mert győztes típusok vagyunk, és nem szeretünk veszíteni. Az Illés Akadémia U17-es együttesének a győzelemnek köszönhetően immár 3 bajnoki pontja van, amivel feljött a gárda a tabella 13. helyére. A mező nagyon sűrű, egy újabb sikerrel akár 3-4 pozíciót is javíthatnak majd Fodorék. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok hasonló képességű együttes fog egymás ellen mérkőzéseket vívni, hiszen eddig is bár szenvedtünk mi nagy arányú vereséget, sokáig úgy álltak mérkőzések, hogy akár vezetést is megszereztük, illetve szoros volt a mérkőzés, tehát én azt mondom, hogy itt hasonló képességű csapatok vannak. A pontvadászat 7. fordulójában egy nagyon nehéz mérkőzés vár a vasi fiatalokra, ugyanis a bronzérmes pozíciót elfoglaló Rábelt otthonában lépnek pályára. A találkozót a sorsolás alapján szeptember 30-án szombaton 13 órakor rendezik Győrben.